Tilos a 45 órás vagy annál hosszabb heti rendszeres pihenőt a járművek kabinjaiban tölteni. Ez is egy azon uniós szabályok közül, amelyek hivatalosan augusztus óta hatályosak. A magyar fuvarozó cégek többsége azonban régóta alkalmazza ezt. Ahogy annak is megfelelnek, hogy a gépjárművezetőknek 4 hetente kötelező biztosítani a hazatérésüket. Szinte minden cégnél legfeljebb 2-3 hetente hazajönnek a sofőrök, és a pihenőt a telephelyükön töltik. Ezek a szabályok logisztikailag egy kicsit megnehezítik a fuvarozó cégek feladatait. A hosszú utak során a parkolás miatt is gondot jelenthetnek az új szabályok. Nekünk is panaszkodnak, hogy Németországon már este nem tudnak megállni, vagy egy fizetős parkolóba állunk meg, vagy megpróbálunk, ahol van egy kis hely, akkor oda behúzódik, de nincs felkészülve erre a parkoló rendszer Európába, hogy ekkora mennyiségű kamiont el tudjanak helyezni az autópálya mentén, és mindig így, vagy túl kell vezetnünk, amit eddig még már Istennek azt tapasztaltunk, hogyha ilyen túlvezetésünk van, nem büntetnek. Túlvezetés sofőrünk nyom rá egy szallagot, ráírja, hogy milyen okból kifolyólag vezettünk túl, és ezt általában mindenhol el szokták fogadni. Túl nagy a közúti áruszállítás forgalom Európában. A híradónk által megkérdezett nyíregyházi cég 20 sofőrje több mint 30 vontatót és közel 40 pótkocsit használ. Ők átlagosan 11 000 kilométert tesznek meg egy hónapban. Náluk az új szabály nem jelent plusz költséget, más cégeknél azonban problémás lehet a sofőrök hazautaztatása. Úgy csinálják, hogy megállnak Magyarországon kívül, például Ausztria vagy Németországba hagyják a kamiont, és váltó sofőrre oldják meg. Egy kis busz közlekedik, összeszedi az embereket, és kiviszi a váltó sofőröket, utána meg összeszedi az embereket, és hozza őket haza. Ezt ilyen 3-5-es túrusban csinálják váltásban. Ez is egy külön logisztika, nem az a forrozással, még ezt is fel kell logisztikázni, hogy az embereket eljuttatni, A-ból B-be is hazahozni. Ez a sofőröknek is fárasztó, mert általában úgy csinálják, hogy magában a sofőr vezeti ki önmagát is, hogy ő viszi ki saját magát, és akkor ott felváltva vezetnek. Az Európai Unió mobilitási csomagjának további pontjai a következő másfél évben fokozatosan lépnek majd életbe. Ilyen például a gépkocsi vezetők javadalmazásának szabálya, ami azt jelenti, hogy a jövőben a sofőröket is kiküldött munkavállalóként kell kezelni, és számukra azt a javadalmazást kell biztosítani, amelyet az általuk érintett országok gépkocsi vezetői kapnak. Kötelező lesz továbbá a járművek 8 hetenkénti hazatérése a székhely szerinti országba. Ez azonban a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete szerint komoly költségnövekedést jelent majd, és szembe megy a zöld célokkal is, arról nem is beszélve, hogy ezek a felesleges üres járatok az infrastruktúrát is megterhelik.